Székely kaput avattak Paks szívében. Az ünnepségen Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Szabó Péter Paks polgármestere és Bándi Imre, az erdélyi magyarok Tolna megyei egyesületének elnöke vágták át a szallagot. Süli János köszöntőjében hangsúlyozta, Pap Jenő fafaragó mester és fivére keze munkáját nem csak Székelyföld szerte, de itt az anyaországban is Székely kapuk tucatjai dicsérik. Én is érzem, és én is tudom, nincs határod, ahol az emberek egy nyelvet beszélnek. Én is érzem, és én is tudom, hogy egy vérből valók vagyunk. Ez a felirat olvasható a paksi Székely kapun is, a mi Székely kapunkban. Az összetartozást jelképező felirat mellett gazdag fafaragású motivumok jelennek meg a Székely kapun, melyet a tervezett új városközpont szomszédságában állítatott az erdélyi magyarok Tolna megyei egyesülete. Olyan szimbólum ez számunkra, amely erőt, támogatást, biztatást ad a mindennapokra. Élénken emlékeztet gyökereinkre, melyre büszkék vagyunk. Egyben reméljük, hogy önöknek üzenetértékű. Paks polgármestere örömét fejezte ki, hogy új otthonra leltek Paks városában a székelyek. Nagyon örülök annak, hogy Bonyhádon kívül itt is, Pakson is mély gyökereket sikerült vernie a székelységnek. Mindegy, hogy mikor érkeztek ide Tolna megyébe és Paksra. Az ünnepségen résztvevők a székely kultúrába is bepillantást nyertek. Tárogaton játszott Bognár Cecil, a magyar kultúra lovagja, Fábián Zoltán zeneszerző megzenésített verseket adott elő, felléptek a Szász Régeni színjátszó csoport fiataljai, illetve a Vajda Szentiványi néptánc csoport.